Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az ECIGI tesztek. Ebben a videóban ezzel a dobozzal fogunk megismerkedni, és annak tartalmával. Tartsatok velem! Ezt félreteszem, mert ez külön van. Erről is majd ejtünk szót. Doboz is félre. Mit látunk elsőre? Gyönyörű szép kidolgozást. Kicsit közelebb hozom és állítok a fókuszon, pillanat. A GT-nél már megszokott kidolgozással találkozhatunk. Kezdjük alulról fölfelé. Szabvány 5-10 csatlakozó. Az alsó részén egy levegőző furattal. És a Typhoon GS felirattal találkozunk. Itt a két szabvány bekötési pont, és a levegőző cső. Tovább tekerjük, haladunk lefelé, vagy felfelé, bocsánat. Itt találhatjuk a kazánpalástot. Ez maga a kazánpalást, semmi extra, és ez a kazánpalást egyik lezáró eleme. Kettő lyukkal, erre majd kitérünk későbbiekben, hogy ez mire szolgál. Itt van még egy plexi tankpalást. És itt található a levegőzőcső. Megfigyelhetitek, itt a levegőzőcsőn helyezkedik el a sorszámozás, ez a 444-es darab, és itt található a drip, rajta a Typhoon felirattal és szép hűtőbordával. Nézzük meg, hogy hogyan lehet ezeket modulárisan felépíteni. Kezdjük az aljával. Ez alap, ez minden esetben tartalmazza a következő elemként, ezt tudjuk ráhelyezni, ezt a palástot, és attól függően, hogy hogy készítjük el, ha az üvegszál tekeréshez a levezető fém szövetcső, akkor ezt a feltétet rakjuk fel rá, és a két cső, vagy a két furatba egy-egy fém szövetcsövet helyezünk. Ezután el tudjuk helyezni rajta a palástot, majd a levegőző csövet. Végül a drip tippet. Ezzel a felállással körülbelül 2 ml folyadékot képes magába fogadni a tank. Hogyha nem fémszövetcsővel szeretnénk használni, hanem csak üvegszállal, akkor meg tudjuk azt is tenni, hogy ezt a részt eltávolítjuk. Egy pillanat. Kicsit csúszik a kezem. Tehát ezt a részt eltávolítjuk, és akkor a belső levegőző csőre körülbelül 2 cm széles vatelin csíkot vágunk, azt körbe tekerjük, majd ráhúzzuk a tankpalástot, és úgy helyezzük föl a kazánteret, hogy a üvegszál masnit hosszabbra hagyva föllógatjuk, és úgy tekerjük össze, hogy az üvegszál masni beleérjen a vatelinbe, és akkor szépen a vatelin, mint puffer fogja nekünk tárolni a likvidet, és az üvegszál fogja a vatelinből felvenni és juttatni el
a tekerésünkre. A következő összeépítési módozat pedig ezt a felső részt mellőzve, az előbb a dobozból külön kivett drip feltétet rátekerve, és erre egy pillanat ráhelyezve a drippet egy ilyen kis kompakt méretű drip kazánnal tudjuk használni. Nézzük akkor, szereljük össze a fémszövetcsöves verziót. Ehhez nem kell más, mint levágunk egy körülbelül 10 centi hosszú 2 mm-es üvegszál darabot, egy ekkora darabot, és a két üvegszálat így összefogom. Ez még egy picit hosszú, ez már jó lesz. Igen, ez a méret jó. Ha ezzel megvagyunk, akkor veszünk egy darab kantált, és én most ezt segítsége nélkül fogom megtekerni szépen, óvatosan. Tehát úgy illesztjük össze, hogy a két vége az ne érjen el teljesen a hajlítási pontig. Tehát fogjuk a tekerésünk elkészítéséhez elővett kantált, és egy, kettő, három, négy, öt. Ötöt tekerünk rajta, eligazítjuk. Egy pillanat türelem, eligazítom a tekerést. Na. Nézzétek el nekem, de elég nehéz. Így. Úgy. Most azt mondom, hogy nagyjából jó. Most fogjuk, és szépen a két bekötési pontot megtámadjuk, egyik, másik. Úgy. Újtni. Felesleget lecsípjük. Úgy eligazgatjuk a tekerést. Úgy. És fogjuk szépen a kazánpalástot, pillanat, csak szétszedem, mert úgy maradt, ahogy az előbb letettem. Fogjuk a kazánpalástot, a két masnit felhajtjuk, és
így szépen betekerjük. Úgy. Nincs más dolgunk, mint mondjuk egy csavarhúzó segítségével elrendezgetni az üvegszálat. Egyik oldal. Másik oldal. Ezt egy picit vissza. Úgy, hogy ne lógjon túl mélyre a teteje, hogy a fémszövetcső hozzáérjen. Most jön az, hogy a két legmagasabb ponthoz, tehát ide és ide bepozícionáljuk a felső lezáró elemét a kazánnak. Így. Rányomjuk, tehát így néz ki. Én most nem mutatom be a fémszövetcső elkészítését. Két ekkora darabot, tehát ez körülbelül ilyen 7-8 mm hosszú darab. Előre elkészítettem, és ezeket fogom behelyezni az egyik, ha megtalálom a lukat. Bocsánat, ki kell, hogy vegyem alóla. Megvan tehát. Hogy mutassam, hogy látszon. Itt az egyik. És a másik. Így. Nem kell nagyon kilógnia neki. Megnézem, hogy jól el van-e igazgatva. Igen. És most jön az, hogy fogjuk a likvidet, tartályt, és szépen becsorgatjuk. Az a lényeg, hogy a középső levegőzőcső pereme, ahol kiszélesedik, ott az alatt legyen a folyadékszint. Utána ezt szépen összetekerjük vele. Fejreállítjuk. És ezzel tekeréssel, beüzemeléssel el is készültünk, ott látszik már, hogy egy bubi már el is indult, mivel szárazon hagytuk, ott jön a másik. Mivel szárazon hagytuk, így egy pici időt hagyunk neki, hogy beígya, addig is ráhelyezzük a drippet, megbarátkozunk a gondolattal, hogy így néz ki. Segítek neki egy-két üres szívással. Jönnek szépen a buborékok. Így néz ki magán a készüléken. Nem csúnya. Nézzük akkor, hogy teljesít a Typhoon GS. Én ezt most egy varivattos készülékre rakom rá, és beállítok rajta mondjuk 9 wattot. És akkor most a
fémszövet cső lebezetéssel. Nézzük meg, hogy milyen. Van neki téhaj rendesen. Füstel is jól van látva. Az nagyon tetszik benne, hogy meleg gőzt ad nekem. Nekem ez jobban bejön ennél a kazánnál, mint ha hideg lenne. Nincs panasz a füstre. Már megint füst, gőz. Nem rossz. Nézzük meg, hogy mit tud produkálni. Mondjuk ugyanez. Drip üzemmódban. Rátekerjük a drip feltétet, drip tippet, nézzük meg, hogy ezzel mit művel. Ropog a drágaság rendesen. Van annyi buffer, hála Istennek a üvegszálban alatta az előző tankos verzióból, hogy nem kell rátölteni. Hát ez a szeretem kategória, nagyon fincsi. Ezzel a tekeréssel nagyon jó gőzt ad. Nézzük akkor a pozitívumokat, negatívumokat. Negatívum, kezdjük azzal. Most. Gondolkozom. Negatívum. Hát az nem nevezném negatívumnak, hogy nem a kezdők számára ajánlott kategória. És nagyon gondolkozom, hogy mit tudnék felsorolni, ami miatt nem tetszik. Nem megy. Nem megy. Drippel nekem nagyon ízlik. Nagyon jó, de hogyha visszarakom rá a fémszövetcsöves verziót és a tankot, akkor hogyha azt mondom, hogy a drip az otthonra való játszani, akkor a tank ezzel a GS-sel a tökéletes 2 ml-es munkába járós utcarohangászós verzió nem sikerült 2-3 hét használat alatt egyszer sem elnézést, egyszer sem megfolyatni, attól függetlenül, hogy mentem én a mostani időjárásban hidegből melegbe, hogy fém szövetcső van benne. Féltem tőle, hogy elindul majd a bubi, és meg se fog állni, de semmi. Egy szörcsenés nem volt. Tette a dolgát, ahogy kellett, és nagyon jó kis társ volt a mindennapokban ezzel a tank kialakítással. Kell neki egy pár sluk, míg bemelegszik, de mikor itt érezzük a köpenyen, hogy kézzel már alig bírjuk megfogni, mert olyan forró, akkor az igazi és verhetetlen akkor ekkor méretben.
Végső értékelésem, ha egy szóval kéne jellemezni, két szóval instant get, de rosszat nem tudok róla mondani, úgyhogy ez a kell nekem ajánlott mindenképp egy ilyet otthonra, mindenképp egy ilyet az útra, úgyhogy vegyétek, vigyétek, amíg van, mert nagyon jó darab. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, további jó gőzölgés nektek, sziasztok!